Szinte teljesen megtelt a táncház emeleti szintje. Ügyes kezek dolgoztak azokon a kokárdákon, amelyek nemzeti színekben pompázva idézik meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hangulatát. A könnyűtől egészen a nehézig vannak feladatok a gyerekeknek. Háromféle kokárdával készültünk, lehet szívecskét, egy katonát a fiúknak, és tulipánt, ami többféleképp variálható. A szülőknek a tulipán, a lányoknak a szívecske, a fiúknak pedig a katonaforma tetszett a legjobban az elkészíthető lehetőségek közül. Először ki kellett vágni a sapkáját, és akkor ilyen fehér és zöld pöcsöket ragasztottunk rá. És akkor megrajzoltuk filccel a szemét, bajszát és száját. És hátulra pedig gémkapocsot ragasztottam. Voltak, akik nem először érkeztek a kis alkotóműhelybe, és már nagyon várták az első tavaszi táncházat is. Járunk ide a lányokkal táncházba, és nagyon szeretjük. Lányok nagyon értékelik, nagyon sokat fejlődtek és tanultak belőle, tehát így sok élmény meg örömet kapunk innen ettől a közösségtől. Másrésztről meg tudomásunkra jutott, hogy ez egy olyan esemény, ahol támogatjuk az ukrán menekülteket, és szerettünk volna ezt hozzájárulni. Megjöttek a fehérvári huszárok címmel, lovacskázással, katonaválasztójátékokkal várták a kisebbeket és nagyobbakat, szüleiket az este folyamán. A jókedvű kikapcsolódás során mindig tanulhatnak is a résztvevők. Leginkább kisgyerekekre számítunk, hogy ők jönnek, tehát óvodás korosztály, így a legegyszerűbb gyermekjátékokat szoktuk ilyenkor játszani, illetve a végén van egy kis ösztánc, ahol az alaplépéseket, mezőföldi alaplépéseket szoktuk elsajátítani. Most is lehetőség volt arra, hogy a néptáncot kipróbálják, gyakorolják a táncházba látogatók. A Kárpát-medence tájegységeit járták körbe a gyermekek és a felnőttek, elsajátítva a lépéseket a Galiba zenekar muzsikájára.